Dentavangár standján idén elsőként a Vita kerámiákat szeretném megemlíteni. A Vitának április 1-jétől lettünk az áminősítés képviselői, és így a kiállításon elég nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy ezt az új termékcsaládot bemutassuk. A másik az a Zublernek a lítium-diszilikát kerámiája, amely úgy gondolom, hogy a tavalyi kiállítás óta egy elég hosszú és forradalmi utat járt be, mert jelentősen ismerté tette a lítium-diszilikátot, a Zubler lítium-diszilikátját a felhasználók körében. És hát az örök téma a cirkoncán, aki a cirkonpiacon, mint piacvezető állandó újdonságokkal készül, és így erre a kiállításra is egy nagyon újszerű anyagot, a lítium-diszilikátnak a úgymond a cirkonpiacon megtalálható kihívóját állítottuk ki, ez pedig a Pretau Anterior, amely ugyan cirkonból készül, de a lítium-diszilikáthoz hasonló transzlucenciával rendelkezik, azzal a különbséggel, hogy 670 megapaszkál a keménysége, és a másik újdonság a cirkoncán standján az a Facehunter, illetve Udo Plaster féle regisztrációs rendszer. A Facehunter is egy forradalmian új anyag, amely az esztétikai fogászatban, illetve az implantátumok területén jelent nagy segítséget a felhasználók számára. 1-2 perc alatt beszkennelé az arcot, a paciens arcát, az Udo Plaster féle mérőrendszerrel a különböző mérősíkokat lehet egyértelművé tenni digitális formába, és ennek köszönhetően tulajdonképpen mind az implantáció, a fúrás, illetve az implantáció becsavarozása, valamint azt követően a digitális tervezés, az a paciens valós körülmények megfelelő arcstruktúrában készül el. Esztétikai fogászatban azért van jelentősége, mert hogy le is lehet venni digitálisan ezt az arcot, maszkot, illetve vissza lehet helyezni, és így pontosan lehet nyomon követni a készülő fogművet, hogy hogy fog kinézni a paciens szájában.